Október 6-a az aradi vértanúk emléknapja, amely az 1848-49-es forradalom és szabadságharc vérbefolytásának szimbóluma. Ezen a napon országszerte és a határon túl is a magyar szabadság hőseiről emlékszik meg a magyarság. És fontos is, hogy emlékezzünk. Pedagógusként tisztában vagyok vele, hogy a fiatalok többsége az iskolai és egyéb megemlékezéseken nem igazán tudják hova tenni október 6-a jelentőségét. Ami teljesen érthető, hiszen sok esetben ez számukra csak egy dátum, egy ünnepség, amin részt kell venni. Ezzel a videóval elsősorban azokhoz szeretnék szólni, akik egyáltalán nem vagy csak kevés ismerettel rendelkeznek az aradi vértanúkról. Ahhoz, hogy ez még inkább közérthető legyen, figyelmetekbe ajánlom az 1848-49-es szabadságharcról szóló filmem, melyben az időutazó meséli el röviden, közérthetően a szabadságharc történetét. A sarokba kattintva ezt is megtekinthetitek. Fontosnak tartom kiemelni, hogy nem vagyok történelem tanár. A témával kapcsolatban a magam tudását és az interneten, valamint a könyvespolcomon elérhető szakirodalomból szemezgettem nektek. Ha kíváncsiak vagytok rá, iratkozzatok fel a csatornámra, nyomjátok be a kis harangot, fejtsétek ki véleményeteket a komment szekcióban, és maradjatok velem a videó végéig. október 6-án Aradon kivégezték az 1848-49-es szabadságharc 13 honvédtisztjét, Pesten pedig gróf Batthyány Lajos első felelős magyar miniszterelnökön hajtottak végre halálos ítéletet. Ferenc József, látva az 1849-es tavaszi magyar sikereket, megbizonyosodott arról, hogy egyedül nem képes legyőzni a magyar honvédseregeket. Ezért 1849. május 1-én fegyveres segítséget kért Első Miklós orosz cártól az ő nézőpontja szerint a lázadás elfojtásához. 1849. július közepén több oszlopban egy 200 ezer fős orosz sereg tört Magyarországra, amelyhez csatlakozott közel 66 ezer osztrák katona. Ez a hatalmas támadó tömeg hozzávetőlegesen a mai Debrecen és Szolnok közös, teljes lakosságát teszi ki. A magyar honvédseregek, látva az elsöprő túlerőt, augusztus 13-án világosnál az orosz hadak előtt letették a fegyvert, de eközben már július elején az osztrákok által megszállt területeken megkezdődött a Habsburg katonai közigazgatás megtorló akciói, főleg a polgári lakosság, jegyzők, papok, tanítók ellen. Mindez Ferenc József utasítására. A fegyverletétel után megkezdődtek a tárgyalások az osztrák és az orosz fél között, az orosz fogságba esett tisztek átadásáról. Első Miklós orosz cár könyörületességre intette a fiatal osztrák császárt, de Ferenc József nem hallgatott rá, és mindenképpen példát akart statuálni a szabadságharc elfogott vezetőivel szemben. A legnagyobb szigorúság a kompromitáltakkal szemben. Sok fejnek kell lehulnia, mint a kiemelkedő mágfejnek, ha az ember fölöttük ellovagol. Akikre ma emlékezünk. Aulich Lajos. Ő volt az aradi vértanúk közül a legidősebb. Kivégzésekor 56 éves. Német anyanyelvű polgári családba született. Már 20 évesen katonai pályára lépett. A szabadságharc kezdetén a délvidéki harcokban vett részt. Később a tavaszi hadjáratban harcolt, majd 1849. július 14-től a magyar kormány hadügyminisztere lett. Utolsó mondata. Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom, megértik azt a szolgálatot. Damjanich János. Szerb nemzetiségű, vagyontalan családból származott.
A katonatiszti iskolát Temesváron végezte. A szabadságharc első szakaszában 1848 végéig a Délvidéken harcolt. Részt vett a tavaszi hadjáratban és a komáromi csatában is. Április 28-án ideiglenes hadügyminiszterré is kinevezték, azonban mikor kikocsizott csapatai megszemlélésére, eltörte a lábát, és emiatt szolgálatképtelenné vált. Július 11-től az aradi vár főfelügyelője, majd várparancsnoka lett. Augusztus 17-én a cári csapatok előtt tette le a fegyvert. Utolsó mondata. Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt. Dezsőfi Arisztid. Jómódú, magyar, evangélikus családba született. 18 éves korában jelentkezett a császári hadseregbe. Kitüntette magát a kápolnai csatában, majd a tavaszi hadjárat ütközeteiben. Ezért április 18-án megkapta a Magyar Katonai Érdemrend 3. osztályát. Később az 1. hadtest lovas hadosztályának parancsnokává nevezték ki. Hadtestével jelen volt Budaostrománál, ahol megkapta a vezérőrnagyi kinevezését. Július elejétől a Felső Magyarországi Hadsereg lovassági főparancsnokaként az orosz sereg előrenyomulását akadályozta, hősiesen. Utolsó mondata. Tegnap hősökkel lettek, ma már tírok. Így parancsolja ezt hazám szolgálata. Kis Ernő. Gazdag, örmény eredetű családban született. 1848. októberében a honvéd hadseregben elsőként nevezték ki honvéd vezérőrnaggyá. Később 1849. januárjában Debrecenben az országos főparancsnokság vezetője lett, majd tavasszal megkapta a Magyar Katonai Érdemrend 2. osztályát. A szabadságharc végéig több alkalommal is helyettesítette a hadügyminisztert. Utolsó mondata. Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lésze. Árpádok dicső szentjei virrasztottak a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük. Knézics Károly. Édesapja horvát volt, aki osztrák szolgálatban határőrtisztként dolgozott. Részt vett a szerbek elleni hadjáratban, majd az isaszegi és a nagysallói csatában is. Damjanich János lábtörése után vezérőrnaggyá és a 3. hadtest főparancsnokává nevezték ki. E minőségében vett részt Budaostromában. Utolsó mondata. Milyen különös, hogy Hajnau bíró is keresztény, és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat. Láner György. A Túróc megyei Neczpálon született 1795-ben német polgári családban. 1848 őszén a Honvédelmi Minisztérium hadfelszerelései és fegyverkezési főfelügyelővé nevezték ki. Ebben a minőségében a pesti központú magyar fegyvergyártás felfuttatása volt a feladata. Pest elestét követően tábornokként ő állította fel a nagyváradi fegyvergyárat. Utolsó mondata. Krisztus keresztje és a bitófája oly rokon, és az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom. Lázár Vilmos. Örmény származású magyar nemesi családban született. Fiatalon lett katona. Kiválóan szerepelt a szabadságharc utolsó csatáiban. Augusztus 12-én BEM tábornok ezredessé léptette elő, és megbízta a Felső Magyarországi Hadtest maradványaiból kialakított 9. hadtest parancsnokságával. Utolsó mondata. Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke, és bitófák tövében kell forradalommá érni a magyar lelkeknek. Leiningen Westerburg Károly.
Ő volt a legfiatalabb aradi vértanú. Kivégzésekor alig 30 éves. Hessen nagyhercegségben született olyan család gyermekeként, amelynek több tagja is katonaként szolgált. 1848 őszén Temesvárra rendelték, ahol önként jelentkezett a szerbek ellen vívott hadjáratba. Bátorságáért 1849 áprilisában ezredesi ranggal tüntették ki. A tavaszi hadjáratban további érdemeket szerzett, melyek elismeréséül július 1-én tábornokká léptették elő. Görgei személyes jó barátjának mondhatta magát. Utolsó mondata. A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját. Nagy Sándor József. A déli harcokban nyújtott kiváló teljesítményéért ezredessé léptették elő. Az 1849. március 5-i szolnoki csatában szétvert ellenség maradványait hősiesen üldözte. Az ütközetben tanúsított hősiességéért második osztályú érdemjellel tüntették ki. A tokai átkelés után 1849. augusztus 2-án Debrecen mellett megütközött a hatszoros túlerőben lévő cári sereggel, és bár vereséget szenvedett, megmentette a felmorzsolódástól a görgei vezette főerőket. Utolsó mondata. De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben. Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett. Pöltenberg Ernő. Gazdag osztrák szülők gyermekeként született. Összesen 18 éve szolgált már tisztként a császári seregben, amikor kitört a szabadságharc. A kápolnai csatában kitüntette magát. 1849. április 14-e után a 7. hadtest parancsnoka lett ezredesként, majd június 2-án tábornokká léptették elő. A nyári hadjárat idején Hajnaú túlerejével szemben visszavonulni kényszerült. Görgei bizalmasaként ő közvetített a tárgyalásokon a cári seregekkel a fegyverletételről. Ezután fogták el az osztrák hatóságok. Utolsó mondata. Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide. Schweidel József. Harcolt a napóleoni háborúkban. A Sveháti csatában tanúsított bátorságáért az Országos Honvédelmi Bizottmány 1848. októberében tábornokká avatta. 1849. május 9-én lett Pest városparancsnoka. Ő volt az egyetlen, akit az aradi vészbíróság kegyelemre javasolt Hajnaúnak. Ő azonban ezt elutasította, és kötél általi halálra ítélte. Utolsó mondata. A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot. Török Ignác. Kisbirtokos magyar nemesi családból származott. A Bécsi Hadmérnöki Akadémián végzett 1839-ben. A nemesi testőrséghez került, ahol erődítés elméleteket oktatott. Tanította többek között Görgei Artúrt és Klapka Györgyöt is. A harcok alatt Komáromban a vár erődítését, kiépítését szervezte meg, majd a budai várban szolgált, végül Szegedre rendelték, hogy a Tisza jobb partján sáncokat emeljen. Utolsó mondata. Nem sokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok. Életem parányi súlycsupán, de tudom, hogy mindig csak őt szolgáltam. Vécsei Károly. Rangos főnevesi családba született, és szinte még kamaszként katonai pályára lépett. A szabadságharc kezdetén ő is a délvidéken vett részt a harcokban. 1849. április 7-én nevezték ki az aradi várat ostromló 5. hadtest élére. A szabadságharc utolsó csatájában Temesvárnál hősiesen és nagy szakértelemmel vezette csapatait.
Utolsó mondata. Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt. Gróf Batthyány Lajos. Ősi, főnemesi család sarja. Fiatal korában a Zágrábi Jogi Akadémián tanult, majd 1826-ban katonatisztnek állt. Kadétként 4 évre Itáliába ment, és hamarosan hadnaggyá nevezték ki. 1830-ban a főrendi ház, az akkori kétkamarás magyar országgyűlés felsőháza tagja lett. E minőségében jelen volt a koronázó országgyűlésen. Az 1839-40-es pozsonyi országgyűlésen már a főrendi házi ellenzék vezéreként szólalt fel. Az 1843-44-es országgyűlésen már az egész szabadelvű ellenzék vezér alakja volt. Élesen bírálta a bécsi kormányzat abszolutista bel- és külpolitikáját. Törekvésére 1847. március 15-én megalakult az ellenzéki párt, amelynek első elnökévé választották. 5. Ferdinánd király 1848. március 17-én őt bízta meg az első magyar kormány megalakításával. Kormányának névsorát március 23-án mutatta be. Legfontosabb feladatának Magyarország alkotmányos önkormányzatának kiépítését, ezen belül az önálló fegyveres erő megszervezését tekintette. Belátva, hogy nem tud egyességre jutni a királlyal, Batthyány október 2-án lemondott megbizatásáról, és hozzájárult utódja kinevezéséhez. Egyszer s mind lemondott országgyűlési mandátumáról is. Bécs őt tekintette a forradalmi mozgalom egyik elindítójának, és elhatározta, példást tatuál a kivégzésével. A koholt vádak alapján először börtönbüntetésre és vagyonelkobzásra ítélték, de később ezt kötél általi halálra változtatták meg. Az utolsó engedélyezett látogatásán felesége egy parányi tört csempészett be neki. Ezzel súlyos sérüléseket ejtett a nyakán, de életben maradt. Sebei miatt az ítéletet kénytelenek voltak golyó általira módosítani. Ennek megfelelően október 6-án Pesten kivégezték. A gróf nem engedte, hogy bekössék a szemét, és maga vezényelt tüzet. Utolsó szavai 3 nyelven hangoztak el. Éljen a haza! A rendszerváltozás után a kormány 2001. novemberében nyilvánította nemzeti gyásznappá e napot. A hagyományok szerint a Kossuth téren félárbószra engedik Magyarország nemzeti lobogóját, majd az egykori miniszterelnök vesztőhelyének színhelyén, a Batthyány örökmécsesnél gyertyagyújtással, a Fiumei úti sírkert nemzeti emlékhelyen lévő Batthyány mauzóleumánál pedig koszorúzással emlékeznek a szabadságharc mártírjaira. A középületekre kitűzik a gyászlobogót, az iskolákban megemlékezéseket tartanak. S hogy miért? Az aradi vértanúk mindegyike nemzeti hős. Életük végéig a magyar szabadságért harcoltak. Hősi haláluk pedig nem volt hiába való. Az emlékük megőrzése, az e napon való emlékezés mind-mind közössé tesz bennünket. Részben ennek köszönhető, hogy éljünk bárhol is a világban. Mi mindannyian magyarok.